Ismét felszálltak a magasba a szerencserufik. A jótékonysági rendezvényt immár 5. alkalommal szervezték meg. Az előző évekhez képest idén kevesebben jöttek ki a vásártérre a rossz idő miatt, ezért a megvásárolt léggömbök száma is kevesebb volt. Rossz időben is gyerekekkel kijöttek családok, ez mindenképpen tiszteletre méltó, és jövőre is megszervezzük. 300 darab lett eladva, és hát természetesen minden 800-at fölengedtük. Azért valahogy majd megpróbáljuk kikompenzálni, valamilyen szinten támogatni fogjuk idén is a diákokat, de természetesen nyilvánvaló, hogy a bevétel nem volt akkora, mivel az időjárás nem kedvezett. A szervezőknek idén a Durva Crew polgári társulás nyílt levelet küldött, amelyben kifogást emeltek a rendezvénnyel kapcsolatban, miszerint a léggömbök felengedésével károsítják a környezetet. Mi úgy gondoljuk, hogyha egy jó dolgot támogatunk, szép, effektív, az, hogy környezetvédelem szempontjából némi kivetni valót maga után, ezt elfogadjuk, de nem vagyunk hajlandók ezt kommentálni. A szervezők a támogatásra szánt pénzösszeget az alapiskolák számlájára utalják majd. Az oktatási intézmények igazgatói az osztályfőnökökkel közösen határoznak arról, hogy a hátrányos helyzetű, de jól tanuló diákoknak mit vásárolnak a támogatásból.